Pécsi egyetemisták törvényjavaslatát tárgyalhatja a közeljövőben az országgyűlés. A fiatalok ugyanis megnyerték a Minta Parlament nevű törvényalkotó versenyt. Témájuk az egészségvédelem és prevenció volt. A tüdőrák korai kiszűrésére dolgoztak ki olyan törvénymódosítást, ami minimális anyagi befektetést igényel, ám sok ezer ember élete megmenthető lenne a korai diagnózissal. A törvényjavaslat már eljutott az illetékes államtitkárhoz, hamarosan tárgyalhatja is a parlament a nyertes pályaművet. Ez az a törvényjavaslat, amellyel a pécsi egyetemisták megnyerték a Minta Parlament nevű országos törvényalkotó versenyt. A beadvány témája a tüdőrák mielőbbi felismerése. A nyertes javaslat az egészségvédelemre, prevencióra épül, és nem igényel jelentős anyagi befektetést. Szeretnénk, hogyha egy társadalmi vitára kerülne sor, ez most van ennek a fázisa a társadalmi vitának, és a célunk, hogy a lehető legjobb választ találjuk meg a tüdőrák korai szűrésére és a korai kivizsgálásra. Tehát a cél, hogy az egészségügyi államtitkárasszonyhoz vagy az országgyűlés elé kerüljön. A cél, hogy egy valós törvény legyen belőle. A tüdőrák vezető halálok Magyarországon, és a betegség diagnosztizálásának pillanatában a késői észlelés miatt az esetek 80%-a már nem gyógyítható. A korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. A törvényjavaslatban a pécsi egyetemisták 5 pontot fogalmaztak meg, amelyekkel a tüdőrák korai diagnosztizálása hatékonyabbá válna. Az elején Szántó Zalán mellkassebésszel vettem fel a kapcsolatot, aki annak idején már egy teljesen új, igazából forradalmi megoldást alkalmazott a tüdőrák szűrésére. Ezt egy mobiltelefonos applikációval képzelt el, az úgynevezett Langscreen applikációval. Most ez már 5 éve működik, és 1,5 millió ember ki is töltötte. Az applikációnak köszönhetően csak Baranyában már 27-en ismerték fel a tüdőrákot, és kerültek időben szakemberhez. A törvényjavaslatban az alacsony dózisú számítógépes diagnosztikát is elérhetővé tennék a magas kockázatú betegek számára. Az így felfedezett betegségekkel kapcsolatban felmerülő, elsősorban logisztikai kérdésekkel a jövőben foglalkoznak behatóbban.